Kányádi Sándor, levéltöredékek, részletek. Kedves édesapám, bocsássa meg nekem, hogy jelen levelemben tegezni merészelem, mentségemül csupán azt szolgáljon, hogy magam is elmúltam már 53, s akit nem láthat soha földi szem, magát a fönnvalót is tegezem. Magát se láthatjuk többé már soha, nem lesz hozzánk többé se édes, se mostoha. Ahogy a költő írta volt, nem gyúl ki halvány furcsa mosolyod. Vagyogatunk továbbá, tudatom, a politikában nagy a forgalom. Egymásnak adják a kilincset és a szót, buzgolkodnak a politikusok. A tiszteletes a lelked úgy adta számba, hogy aki hívő, szinte megkívánta, hogy őt is ilyen igék kíséretébe tegyék föl illés szekerére. Egyszerű búcsú volt, akár egy készfogás, kemény. Találkozásra mondva-e még remény? Tudom, hogy nincsen, mégis-mégis hiszem, hogy az élet valahol végtelen, s a végtelenben van sok állomás, az egyiken beérlek, bevársz. Még őrzöm rám testált botod, úgy markolok rá, ahogy te szoktál. S ha az idő végül engem is kirostál, a nyomodra ez a bot vezet, a markolása, s nem halott kezed. Nagy télre bőnyár, mondanád, huncut mosolyra moccantva a szád, s szemed sarkából picinke kismadár röppenne föl. A nyár. Ó, az a nyár nehéz volt nélküled. Nagy télre bőnyár, s a szemüveget odébb tolnád az asztalon. A régiek vallják, s magam is azt gondolom, a fontos az, hogy jó termés legyen. Így mondanád, s a csonka lábadat vetnéd az épnek látszón átalak. Engem, akit atyának szelleme kísért, segített véghez vinni, amit végbe vitt, bosszút kin állhatnék azért, ami bennünket ért. Meg a kint kintorolhatom, s ha megtorlom, mit érek azzal el? A megtorlás új megtorlást követel, rakódik a bűn rakásról rakásra, s a léleknek végül nem lesz maradása. Lenni vagy nem lenni, az ember egymaga eltöprenghet ezen, és dönteni joga. De ha többek nevében szól a kérdés, nem hajlonghatsz, nem rogyanhat a térd, és nem akkor nemes bal lélek, ha tűri bal sorsa minden nyűgét, de legyűri, miként a királyfi a dán, nem törődve, hogy mi lesz azután. Tudom a leckét, de királyfi nem vagyok. Töröm sincs, csak szavakat forgatok, a gépezet az ellenek ellen mit ér háborgó szellemed? Nyugodjál hát szépen, csendesen. Azért látogass meg majd néha nap, ahogy régi-régi őszi hajnalok jöttével jöttél. A magvető előtt járni a búza szélet, hogy kézútja ne maradjon a vetésnek, arasznyi se vetetlen, ahol a gyom megvethetné magát a parlagon. Te, aki úgy vártad, s fogadtad a halált, mint jól megművelt és szépen elboromált őszi föld a magot, úgy van-e mond, ahogy megíratott? Összebéküle halottal a halott? Vezető-e ott is, aki itt vezetett? Eszik-e még ott is egymást a nemzetek? S nyelv a más nyelvek felett gőgölve, bábeli vétkünk el a halál sem földeli? Utóirat. Egy ideig még az emlékezet ápolja évülő emlékedet. Karban tartja, ahogyan mondanád, családtagok és néhány jó barát föl-föl idéz, s talán néha nap sírodhoz is el, s kilátogat. Történeteit felidézgetik,
Beszélnek rólad egy darabig, aztán, mint a gazdátlan állat, szokásaid is elkószálnak.